Sziasztok! Üdv mindenkinek innen New Yorkból! Induljunk neki a kalandunk második részének! Staten Island ferjének a sorában állunk jelenleg. Ez teljesen ingyen használható komba, mi New Yorkból a South Ferry kikötőből a Staten Islandre megy át. Innen meg lehet nézni az egész New Yorki öblöt a felhőkarcolókkal, és egyenesen a Szabadságszobor előtt fogunk elhaladni. Mivel mi az egész szobrot szeretnénk megcsodálni az öböllel meg mindennel együtt, így mindenképpen ezt a kompot választottuk, hiszen ez teljesen ingyen van, ahogy említettem, de hogyha szeretnétek a Szabadságszobornak a szigetére tulajdonképpen eljutni, akkor azt is megtehetitek, az $25 per fő körülbelül annak az ára oda-vissza. Megindult ez a végeláthatatlan sor, és az emberek így özönlenek rá a kompra. Mondjuk azt írták, hogy nagyon sokan használják ezt a lehetőséget megnézni a Szabadságszobrot, de lássuk meg, hogy felférünk-e. És már fenn is vagyunk a kompon, már láttuk a Szabadságszobrot. Gyertek, itt már lehet látni az ablakból. Wandering on a crazy ride, an open road and a deep blue sky. Feel it calling me like the wind, trust the compass down in my skin. Walk straight, stay right, that's what they say to me, but I don't fit right inside the lines. A New York-i Szabadságszobrot Franciaország ajándékozta a New York-iaknak, és ezzel egész Egyesült Államoknak a szabadságuk kikiáltásának 100. évfordulójára. A szobrot összesen 350 darabban küldték ide a franciák New Yorkba, ahol az akkori polgármester nem igazán támogatta ezt a beruházást, ugye kellett építeni ennek a hatalmas nagy részszobornak egy talapzatot, amit kőből akartak megvalósítani, és aztán Pulitzer József egy gyűjtést indított itt New Yorkban, hogy mégis legyen már rá pénz, hogy végre meg lehessen építeni a talapzatát ennek a gyönyörű részszobornak. A szobrot egyébként 1885 nyarán küldték ide a franciák, és 86 októberéig kellett arra várni, hogy az ide látogató turisták és New York, illetve az amerikai lakosok végre végleges pompájában láthassák. A Párizsban élő amerikaiak pár évvel később úgy döntöttek, hogy honorálják ezt a nemes gesztust a franciáknak, és ott Párizsban elkészítették a 11 méteres másolatát az eredeti 93 méter magas nagytesónak tulajdonképpen, és a Szajna mesterséges szigetére az eredeti New York-i Szabadságszoborral szemben állították fel. Egyébként mi már ezt a kis szobrot sokkal korábban láttuk, hogyha esetleg érdekel a franciaországi kalandozásunk, és hogy melyik videóban láttuk ezt a kis tesó tulajdonképpen, akkor ide az I-betűre kattintsatok rá. Frederic Auguste Bartholdi eredetileg nem is New Yorknak és az Egyesült Államoknak, hanem annál inkább Egyiptomnak szánta ezt a gyönyörű szép szobrot, ezt a részszobrot, ugyanis Egyiptom fényt visz Ázsiába, de az akkori egyiptomi kormány nem támogatta ezt a beruházást. Ezt a hatalmas nagy 93 méteres szobrot nem akarták. Ugye végeztünk a kompozással, visszaértünk a Staten Island Ferryvel, a Battery Parkból most irányba vettük a Brooklyn hidat, és ilyen hatalmas, nagy és gyönyörű épületek vannak itt a Battery Park mellett, ez egészen pontosan itt az amerikai Indián Múzeum, és most pedig megyünk a Wall Streetre, majd a Chinatownba. Gyertek! Ha New Yorkba jársz, feltétlenül meg kell simogatnotok itt a Wall Streethez közel a Bikának, ugye a
tőzsdei életben a bikának, azaz az erősödésnek a tökeit. Elég hosszú egyébként a sor, de amióta itt álltunk, már sokat haladtunk előre, remélem hamarosan mi is sorra kerülünk. A bika történetéről annyit, hogy az 1987-es tőzsdei krach előtt tiszteleg, 1989-ben a karácsonyi vásáron a karácsonyfa alá helyezte el Arthur Rodi Modeca egyébként ezt a 3,2 tonnás, 4,8 méter hosszú részből készült bikát tulajdonképpen, ami a tőzsdei értelmezésében az erősséget szimbolizálja. Egyébként pedig 93-ban felajánlotta a művész úr, Di Modeca, hogy vásárolja meg New York, hiszen nagyon népszerű itt, de New York nem vette meg, ezért azóta is az ő tulajdona. Azért is ajánlotta fel egyébként New York városnak ezt a bikaszobrot, mert 89-ben, amikor a karácsonyfa alá ő kitette, akkor a rendőrség utána lefoglalta, hatalmas nagy közfelháborodás övezte tulajdonképpen, hogy miért szállította el és foglalta el a rendőrség, majd aztán ide a Bowling Green Parkba helyezték el, ami nagyon közel található a Wall Streethez. Na, akkor most megyek herét simogatni. Jó. Hát mindketten megsimogattuk a bika tökét, és az elejéhez meg a hátuljához is sorba kellett állni. Az elejére már nem akartunk sorba állni, így csak a tökeiről készítettünk képet, de most irány a Wall Street. Van mögöttem az amerikai értéktőzsde épülete. Nézzétek meg, hogy milyen gyönyörű szép szobrok vannak ott fent az épületen. Ezek között a hatalmas felhőkarcolók között. Fantasztikus. Itt a Broad Street és a Wall Streetnek a sarkán ugye van a New York Stock Exchange épülete, amit az előbb a Merci is említett. Itt láthatjátok a fényszalagon, hogy a különböző cégeknek a jelenlegi értékét mutatja, hogy emelkedik, illetve csökkene. És hogyha itt erre kinéztek, hogyha nem lenne elég egy Trump épület itt New Yorkban, akkor itt a következő. Ez pedig itt a Federal Hall, ahol az első amerikai elnök George Washington tette le a hivatali esküjét is. You've been with me all along, always on, my side you've never gone, you've been with me. Most pedig tovább haladunk a Broadway-en, egészen a Brooklyn Bridge felé. Nézzétek meg ezt a hatalmas nagy kontrasztot. Itt van egy üvegfelhőkarcoló, és mellette egy ilyen szép díszes épület. Hát így ez is megfér a kettő egymás mellett ebben a városban. Srácok, megérkeztünk a World Trade Centerhez. Nézzétek meg, hogy milyen hatalmas. Úristen! Hatalmas ez az Oculus. Nézzétek meg, mekkora nagy belső tér van, és körbe, így az épületen keresztül mindenhol boltok találhatók. Nagyon tetszik. Ezt az épületet egyébként Santiago Calatrava tervezte, aki többek között a Tenerife-i auditoriumot is, illetve Valenciába a Tudományos Múzeumot. You've been with me when I laugh or cry. Anywhere I stood, you standing by. Az Oculus egyébként itt van a volt két World Trade Centernek a tövében, ahol ugyanis található egy emlékmű és az új One World Trade Center, amit a másik kettő torony mellé rittyentettek ide. Egy-két érdekesség a One World Trade Centerről. A One World Trade Center 541 méter magas, de nem is ez az érdekes, hogy ez az Egyesült Államok és a nyugati féltéke legmagasabb épülete, hanem sokkal érdekesebb, hogy 1776 láb magas, ugye lábban kifejezve a magassága, az az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának az aláírására utal. Az épületet 2006-ban kezdték el építeni, 5 évvel azután, hogy leomlott ugye a 2 darab világkereskedelmi központ épülete, és 2014-ben adták át a nagy közönségnek, akkor nyitotta meg kapuit, majd 2015-ben a tetején nyílt egy obszervatórium is, ami természetesen látogatható.
Menjünk, srácok, akkor egy kicsit közelebb, és nézzük meg a halottak tiszteletére állított Cökőkút műemléket. Az eredeti tornyokat egyébként 1973-ban nyitották meg, és az északi torony volt a magasabbik, a 417 méteres magasságával, tehát a mostani itt álló One World Trade Center mellett egy ő is eltörkülne, és 2001. szeptember 11-én összesen 2606 ember halt meg, akinek a nevei itt találhatóak a Szökőkút szélére beleírva. Na végre véget ért ez a pofás rész itt, ahogy haladunk egyre jobban a hídnek a pilléréhez, viszont itt meg egyre több ember lesz, és mint mindenhol itt is a turisták egyáltalán nincsenek tekintettel a másik emberre, és folyamatosan lögdösődés van. Ez annyira amúgy nem tetszik. Srácok, megérkeztünk a Brooklyn hídra. Egy jó negyed órát sétáltunk az elejétől. Olyan közelinek tűnt, mégis annyira távol van még a hídnak az első pillérje. Egyébként itt középen megy a gyalogos forgalom, jobbra, illetve balra pedig az autók haladnak el. A háttérbe pedig a Manhattan híd, ahol majd szintén ezután el fogunk menni. A Brooklyn hídnak a története egészen 1855-ig nyúlik vissza, amikor ugyanis John Roebling kitalálta, aki brooklyni lakos volt, hogy elege van a kompra, illetve a hajóra való várakozásra, hogy Manhattanbe bejusson dolgozni, és megalakították a New York Bridge Company-t, és elkezdték tervezgetni, illetve építgetni a jelenleg, amin állunk, Brooklyn hídat, és 1883-ban adták át az 1833 összhosszúságú Brooklyn hidat. Akkoriban ez számított a leghosszabb függőhídnek a világon, és ez volt az első New Yorki híd, ami megkönnyítette az embereknek az életét. A Szabadság szobor mellett egyébként ez is nagyon népszerű itt a New Yorkba látogatók körében, és olyan fantasztikus, hogy mi is itt vagyunk rajta, és most itt sétálhatunk. Think maybe you got lost somewhere, swimming too far off the beach, off the coastline in Bermuda, the triangle in the sea. Well, I'd get it all right out there if I thought it changed a thing. I came back from Brooklyn, but you didn't come back for me. You can make all the plans you want to. You can even ride it down. Itt már Chinatown, de menjünk, hatoljunk a kis utcákba is. My song somewhere in the crowd. You'll know I'm back from Brooklyn and I'm waiting on you now. Maybe you got lost somewhere, swimming too far off the beach, off the coastline in Bermuda, the triangle in the sea. Well, I'd get it all right out there if I thought it changed. Egyébként összesen itt a kínai negyedben körülbelül 100 000 ember él, és vannak olyanok az idősebb korosztályból, akik egyáltalán nem beszélnek még angolul sem. A kínai negyedik New Yorkban is megér mindenképp egy sétát, hogyha nyitottak vagytok így a kultúrákra, akkor biztosan jól fogjátok magatokat érezni, ehetek egy jó kínait, illetve hogyha holdújév idején látogattok ide New Yorkba, akkor mindenképpen gyertek ide is el, hiszen akkor körülbelül 2 hétig tartó ünnepségsorozat veszi itt kezdetét, és vannak ilyen újévi felvonulások is. Látjátok, azért itt sétálunk itt a kínai negyedben, és azért itt is van kósz, így a nap végére kiteszik itt is mindig este a zsákokat, amit majd aztán este elvisz a kukásautó, de amúgy én nem erről a koszról vagy szemétről beszélek, hanem amúgy az utcán eldobálnak, szóval hát van azért még mit tanulniuk, de egyébként, hogyha visszaemlékeztek és követtek már az elejétől minket, de ha nem, az se baj, akkor a San Franciscó-i videóban, illetve amikor San Franciscóban jártunk, akkor ott is egyébként ugyanez volt a kínai negyed. Hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy hogy kezdtük a pályafutásunkat, akkor ide az I betűre kattintsatok rá. Pedig már egy kicsit autentikusabb rész, tipikus, ilyen kínai piac jellegű, vannak itt halak, zöldségek, mindenféle egyéb portéka. Nagyon jó egyébként a hangulata, és jók az illatok. És ez volt itt a kínai negyed, hogyha meg egyet fordulunk, akkor már az olaszban vagyunk. Hello. És itt már minden van, a legfinomabb sajtól kezdve a szalámikon át,
a legjobb olasz éttermekig, meg minden, gyerünk, nézzük meg! Természetesen vannak nagyon finom olasz borok is, és a legfontosabb, az olasz fagyi, azaz a gelato is kapható. Nézzétek meg, milyen jó kis buszra, igazi olasz éttermek vannak. Házi, lagjúrt, pizzatésztát árulnak itt, és természetesen kövön sütik, nagyon jól néz ki. Nézzétek meg, milyen kis romantikus kis kalitkák vannak. Átsétáltunk most egy elég sötét környéken, de megérte, mert gyönyörű a kilátás. És most egy kicsit pihenünk. A river to a valley, an ocean to a stone. The time it takes, the edges to become well worn. But with your arms around me, I've never been more sure that all this time and softened lights are better than before. És akkor napunk megkoronázásaként, amikor már mentünk visszafele a szállodába, ide bejöttünk a 42. utcához. Egészen pontosan ez itt a Times Square-nek a központja. Ugye azt tudnotok kell, hogy a Times Square az több utcából álló egy ilyen egész komplexum, és ez itt a leghíresebb része tulajdonképpen, hiszen itt vannak ezek az egybefüggő LED falak, és a legrégebbi Coca-Cola reklámmal ott középen. Megérkeztünk érségbe a szállásunkra, és negatív, meg pozitív tapasztalatokkal is gazdagodtunk. Voltak azért fura arcok, így az első nap azért félre mentünk ki az utcára, de én mondom, hogy így három nap után rendesen hozzá lehet szokni. Tehát már így észre se veszed ezeket a furcsa arcokat. Az a lényeg, hogy tényleg ne vedd észre, ne válaszol semmit, csak menjél, mint egy igazi New Yorki, és akkor elvileg nem fognak neked beszólogatni. Szerintem egyébként mindent megnéztünk, amit szerettünk volna így ez Igen. idő alatt. Jó is, hogy itt a Times Square-nél foglaltuk a szállást, mert nem kellett még azért se fizetnünk, hogy kilátóba fölmenjünk, mert gyönyörű szép kilátás Igen. nyílik itt az egész városra, tényleg. A naplementét, az estét, annyit nézed, amennyit akarod. A másik meg az, hogy igazából kétszer metróztunk, egyszer, amikor jöttünk a bőröndökkel a szállásra, és most ma egyszer, amikor innen a Times Square-ről lemetróztunk a Battery Parkhoz, hogy egy kicsit gyorsabban, pörgősebben menjenek a dolgok, de egyébként tényleg végig sétáltunk, erről bizonyítékunk is van, és ma is 25 000 lépést tettünk meg, és 19 kilométert. Úgyhogy... Well done! Ennyit a városról. Ezt is egyszer az életben látni kell, mi úgy voltunk ezzel, és én azért rosszabbra számítottam, még ennél is. Ennél is. Kellemes csalódás volt. Nem, jó volt, megérte. Jó volt. Jól éreztük magunkat. Három éjszakát töltöttünk itt, és nagyon jó volt szerintem. Igen, és elég is volt. És autóra egyáltalán nincs szükség, és tényleg, hogyha itt valahol így egy frekventáltabb helyen foglalsz helyet, mármint szállodát úgy értem, akkor tényleg még szinte taxiba se kell ülnöd, csak maximum a feeling miatt, hogyha valaki úgy érzi. Na, elköszönünk akkor, holnap nagyon-nagyon korán indul a gépünk,
megyünk, rajta leszünk. Most ez a kirándulás nagyon jó volt, mert tudjuk végre, hogy mit akarunk. Mi majd egyszer ide fogunk jönni, de ez még a jövő kérdése. Már tudjuk, hogy hogyan és hova, ez a lényeg. Ha tetszett a vidinyó, nyomjatok egy lájkot. Kolompoljatok! És talizunk majd valamikor legközelebb. Jók legyetek! Sziasztok. Ígérjük, nem sokára jelentkezünk egy újabb országból. Sziasztok! Ciao, ciao! Life is wonderful. Itt van egy hatalmas, nagy feszített víztükrű medence, és tulajdonképpen... Medence? Jó, szóval kicsit komolyabbra fordított, már le az. Hogyha esetleg most csatlakozol, akkor kezd az első videóval, ugyanis most körbeálljuk a kezd... Egy éjszakára jöttünk, egyre. A mai napunk nagyon izgalmasan indult. A mai napunk nagyon izgalmasan indult, ugyanis kinyitottuk a kókuszgolyót, kókuszdió. Beköszönjük! Szevasztok srácok, jó reggelt! Eltelt az első New York-i éjszakánk, és itt most még egyszer. Na és akkor itt van mögöttem a híres Rockefeller Centre. Megérkeztünk épségbe a szállásunkra, és... mit akartam? Mm-hmm.